Csökkentik a tanulók terheit, a tanárok adminisztrációs feladatait, és 2017. januárjától az újonnan megalakult 58 tankerület állami fenntartásba veszi az iskolák működtetését. Mindenről Sipos Imre, köznevelésért felelős helyettes államtitkár beszélt Nyíregyházán a szakmai tanévnyitón. Listával érkezett a tanévnyitó konferenciára a helyettes államtitkár, hiszen szeptembertől megvalósítják azokat a szakmai változtatásokat, amelyekben a pedagógus szakszervezetek és az államtitkárság már megegyezett. Ezek már jogszabályba is kerültek. A tanulói terheléssel, tananyagcsökkentéssel kapcsolatos kérdésre az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet tanmenetjavaslatokkal reagál, segíti a kollégákat. Foglalkoztatási kérdésben, az iskolában való bentartózkodás ügyében az iskolaigazgató kapta meg azt a jogot, hogy döntsön arról, hogy hogy szabályozza, meddig kell az iskolában tartózkodniuk a pedagógusoknak. Az osztályfőnöki, diákönkormányzatot segítő munkát végző tanár, munkaközösségvezető tanár munkaidejéből 2 óra beszámítható a neveléssel oktatással lekötött munkaidőbe, hogy néhány példát soroljak ezekből. Ezek már mind-mind jogszabályba kerültek. Július 1-től átalakult a Klebersberg intézmény fenntartó központ. Országosan 58 tankerület működik. A tankerületek adósságát már korábban rendezte az állam. Nagyobb önállóságot kapnak a tankerületek szeptembertől, illetve 2017. januárjától át fogják venni az iskolák működtetését. Az 58 tankerület igazgató kinevezése megtörtént. Az ősz egyik legnagyobb feladata, hogy ezek a tankerület vezetők az önkormányzatoktól a működtetési feladatokat átvegyék, ezeket leegyeztessék, és hát természetesen a tanév biztonságos működtetése. Azok a korábbi viták, amelyek adott esetben egy-egy ügy eldöntésében jellemzőek voltak, ezek szűnjenek meg. Tiszta viszonyokat szeretnénk teremteni. És még egy fontos rész, hogy ugye azzal, hogy nem egy jogi személyiség, hanem 58 jogi személyisége és 58 önállóan gazdálkodó szervezeti egysége lesz az államintézmény fenntartó központnak. Ezzel maguk a döntések, maguk a különböző ügyeknek az intézése, az sokkal közelebb kerül az iskolákhoz. Ettől egy sokkal hatékonyabb működés remélünk. A 3000 lélekszámnál kisebb településeken az államintézmény fenntartó központ volt eddig is a működtető. A 3000 fölöttinél csak ott működtetett az államintézmény fenntartó központ, ahol ezt a település nem vállalta. Most ez egységesen, generálisan lélekszámtól függetlenül mindenütt 17. január 1-től az államintézmény fenntartó központ fogja működtető feladatokat is ellátni, tehát a gázszámlát ő fogja kivitelt kifizetni, a krétát ő fogja venni, a projektorban az izzót neki kell kicserélni. Erre utaltam az előbb, hogy ez most nem lesz vitás kérdés. A beiskolázási számokból az látszik, hogy több férőhely van mindenhol, mint amennyi a tanulók száma. Évről évre kevesebb a gyerek a köznevelésben, ezt főként a középfokú intézményekben tapasztalják. 210 ezer gimnazista és 210 ezer szakgimnazista, illetve szakközépiskolába járó gyerek kezdi meg a tanévet szeptember 1-én, és a felvételi adatok is azért nagyjából azt mutatják, hogy a gimnázium és a szakgimnáziumi arány az nagyjából azonos, és nyilván a szakgimnáziumi arányhoz még hozzá kell tenni a szakiskolai arányt. Igen, az más kérdés valóban, ez nem csak a szakképzésben, hanem az általános iskolában is jellemző, hogy sokkal több férőhely van ma Magyarországon, mint a hány gyerek iskoláskorú. Ezt nyilván ezt a problémát kezelni kell. A szakgimnáziumok, mint új iskola típus, kerettanterve hosszú egyeztetési folyamaton ment keresztül, időben elérhető volt az OFI honlapján, és hamarosan rendeletbe foglalják. A témát folytatjuk itt a stúdióban, dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő a vendégem, aki a Parlament Kulturális Bizottságának tagja. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Köszöntöm a televízió. Picit elkezdtünk itt beszélgetni, és arról kezdtünk beszélgetni, hogy igazából holnap becsengetnek is elkezdődik az iskola, de rengeteg szakmai munka, és a családok részéről is egyfajta felkészülés, vagy az iskolára való készülődés előzte meg ezt az időszakot. Itt azért mi is a híradóban foglalkoztunk azzal a témával, hogy hogyan érkeztek meg, miként érkeztek meg a tankönyvek, milyen volt a tankönyv ellátás az idén, mennyibe kerültek a tanszerek, így van, és hogy milyen támogatásokhoz jutottak a családok, vagy juthattak a családok. Hát szerintem akkor először nézzük a családok szempontjából a tanévkezdést, az iskola kezdést, mert mindenki izgul, akár
mondjuk kisiskolás van, első vagy második osztályos gyerek van a családban, vagy éppen most megy szakgimnáziumba, hogy ezt az új kifejezést használjam, vagy gimnáziumba, tehát belép egy új rendszerbe a középfokoktatásba, amely szintén a köznevelés része. Én azt gondolom, hogy az a családpolitika, amit a kormány elindított, akár a családi adókedvezménnyel, a gyermeknevelési költségek átvállalásával, az megjelenik az iskoláskorú gyerekeknél is. Egyfelől körülbelül harmadával lettek olcsóbbak a tankönyvek, tehát ennek a rendszernek köszönhetően, hogy nincs az a nagyon sokféle választék, és azok a nagyon drága tankönyvek. A másik az ingyenes tankönyv, amit itt hallottunk, államtitkár úr is említette, hogy alsó tagozaton, tehát az 1-től 4. osztályig ingyenes, mindenkinek jár, tehát alanyi jogon jár, talán fogalmazhatunk így, és 5. osztálytól pedig szociális alapon, rászorultsági alapon. Én megnéztem a számokat, a gyerekek kétharmada, vagy pontosabban a családok kétharmada ingyen kapja a tankönyvet. Ez egy nagyon lényeges dolog, mert a tankönyv mellett van egyéb költség is, amikor a gyereknek cipőt vagy ruhát kell venni, amikor, vagy éppen iskolatáskát kell venni, amikor elkezdi az iskolát, vagy éppen folytatja. A másik pedig az étkezési rendszer. Én ugye az ingyenes étkezés hasonló módon, én csak egy dolgot mondanék, hogy nem is milliárd forintokat, hanem egy háromszor annyit. Háromszor többet költ a kormány az ingyenes étkezésre, mint 2010-ben. Ez 74 milliárd forint, és valahol 20 milliárd forint, vagy 25 milliárd forint körül indultunk. Ez megint nagyon lényeges dolog, és hogyha a nyíregyházi iskolákat megnézem, éppen ma kaptam egy személyes példát, hogy nagyon megdicsérték, hogy nagyon jó az iskolatej akció, hogy kapnak kakaót, iskolatejet, mindenféle dolgot. Ugye volt iskolagyümölcs, most ősszel néhány iskolában ezt a mezőgazdasági tárca keretéből fizetik, ha szabad ezt mondani, akkor van egy ilyen iskolatej akció, ami egészséges, a gyerekek egészségesen táplálkoznak, ott van a mindennapos testnevelés, mozognak, tehát azt szeretnénk, hogy gyerekkorban is egészségesek legyenek, jól tápláltak legyenek, és felnőtt korban is megőrizzék ezt az egészségi indexet. Hogyan készültek az elmúlt időszakban a tanárok, a pedagógusok a tanévkezdésre, akár az alapfokú oktatási intézményeket nézzük, akár a középiskolákat, ugye itt a középiskoláknál volt most egy váltás, tantervet kellett készíteni, hogyan tudtak átállni, ha lehet így kérdezni? Én azt gondolom, azt tudom mondani, hogy a tanároknál, tehát egy tantestületnél, akár általános iskoláról, akár középiskoláról beszélünk, fontos az, hogy egy jó közösség legyen. Mindenkinek megvan a kereteken belül a saját egyéni tanulási módszere, mert föl kell tenni az alapkérdés, hogy mi a cél egy iskolával, vagy egy oktatási rendszerrel. Szerintem az, hogy egy versenyképes tudást adjon a gyereknek, és értékalapú legyen ez az oktatás. Tehát föl lehetne tenni azokat a kérdéseket, mit tanítsunk, hogyan tanítsunk, mi van a tananyag csökkentéssel, csökkentsük-e a gyerekek óraszámát, mi van a közismereti tárgyakkal éppen a szakgimnáziumi rendszerben, mert ez vita tárgya. Mondjuk ki őszintén, hogy például a szakgimnáziumban, ami régen szakközépiskola volt, most indul élesbe 2016. szeptember 1-én, ez azt jelenti, hogy a közismereti tárgyak csökkennek, a szakmai tárgyak kerülnek előtérbe, és gyakorlatorientált képzés lesz. De azt is megtettük, én ott voltam a törvényjavaslat módosításánál, hogy emelt szint mellett középszinten is lehet érettségizni, tehát a szakgimnáziumból az érettségi megvan, tovább lehet menni egyetemre, és meg lehet szerezni az OK-i és képzést az érettségi évére, sőt egy év tanulással technikusi minősítést is. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy fontos dolog, hogy aki egyetemre, főiskolára akar menni, tovább mehet gimnáziumból, természetesen elsősorban azok mennek gimnáziumba, akik tovább akarnak tanulni. Ez mintegy 210 ezer gyerek, és 210 ezeren vannak a szakgimnáziumi rendszerbe, akik közül egy része tovább megy felsőoktatásba, a másik része pedig a szakmát sajátítja. És nem volt probléma az, hogy bizonyos óraszámokat csak úgy lehetett csökkenteni, vagy a gyakorlati időt növelni, hogy a közismereti tárgyak, vagy itt szóba jöttek a komplex természettudományos tantárgyak rovására. Jó, de hát a közlemelési gyerekasztalán is ez volt, hogy a gyerekek tananyagát csökkenteni kell, nagyon nagy az óraterhelés. És amikor konkrétan előállunk egy javaslattal, vagy a szaktárc elő, akkor nem jó, akkor tiltakoznak a kémia tanárok, tiltakoznak a biológia tanárok, a feleségem is földrajz biológia szakos tanárnő, és ezt el kell mondani, hogy megmarad egy természettudományos tárgy, a szakirány
iránynak megfelelően, csak a másik hármat egy természetismeretben vagy természettudományos tárgy. Hát ez lesz egy ilyen komplex természettudományos. Így van. Így van. Azt gondolom, hogy fontos az általános műveltség, nagyon fontos. A magyar iskola jó iskola. Azért dolgozunk, hogy jobb legyen. Azért dolgozunk, hogy az a tudásanyag, hogy mondjam, versenyképessé tegye a magyar gazdaságot, mert a magyar gazdasági növekedés, innováció, értelmiség nélkül nincs, és nincs jó szakemberek, jó szakmunkások nélkül. Vissza kell adni a szakmatanulás becsületét, ez az új rendszer erre tesz kísérletet. Jó. És ez az átalakítás, vagy akár az egész szakképzési rendszer átalakítása hozzájárul-e most már tényleg ahhoz, hogy a szakképzés, a képzési területek igazodjanak egyes térségekben a munkaerőpiaci igényekhez? Mert azért most is hallani folyamatosan az, hogy informatikusból kevés van az egész országban, de ezen a területen is diplomásból kevés van. Igen. De hogyha a szakmákat megnézem, én megnéztem a hiány szakmákat, felsorolják hiány szakmának a heggesztőt, az ácsot, a szerkezetlakatost, a gépi forgácsolót, tehát akik az iparban akarnak elhelyezkedni, vagy esetleg lehet bádogos az építőipar. Építőipar. A megyének erőssége az építőipar. Na azt gondolom, hogyha visszaállítjuk a szakmai tudás becsületét, gyakorlatorientált képzés lesz, duális képzés lesz, a gyakorlati képzőhelyen ösztöndíjat kapnak a diákok, mert mondjuk ki őszintén, hogy a családoknak ez számít, hogy kap-e a tanulmányi idő alatt ösztöndíjat az, aki egy szakmát tanul. És akkor, ha elvégzi, utána meg tud-e belőle élni? Mert a magyar gazdaság egyik fontos, vagy nem azt mondom, hogy fő probléma, de egy fontos probléma, hogy kezd munkaerőhiány kialakulni, és elsősorban a szakképzett munkaerőből már a cégek nem találnak munkaerőt. Hadd mondjam el, hogy 5% alatt van a munkanélküliség, és a foglalkoztatottság, talán azt mondom, hogy 1990 óta nem volt ilyen magasságban. Csak a szakképzett munkaerőből bizonyos térségekben már láthatóan néhány cégnél hiány problémák alakultak ki. Ingyenes szakképzés hozzájárulhat-e ahhoz, hogyha valakinek van már egy szakmája, akarnak-e majd tovább tanulni, vagy egy másik szakmát megszerezni? Nézze, ez kétélű. A törvény lehetőséget ad, hogy egy második szakmát ingyenesen szervezzen meg, és nappali rendszerű képzésben is, az életkort is kitoltuk. Ha valaki rosszul választ 14 vagy 15 éves korban, és azzal a szakmával nem tud boldogulni, vagy valamilyen oknál fogva nincs affinitása ahhoz a szakmához, akkor várthat egy másik szakmát is tanulhat. Szerintem rugalmas ez a rendszer, bár a puding próbálja a revés, most fog élesben elindulni a rendszer, és én azt gondolom, hogy figyelni fogjuk, hogy hol kell majd az élet hozta követelményeknek megfelelően igazítani. Egy-két percet mindenképpen kell erről beszélni, a klikről, hiszen ez az elmúlt tanévben a legnagyobb vitát kavarta tulajdonképpen szakmai szervezetek, pedagógusok, a fenntartó, működtető mindenki között. Átalakult a klik, ezt már tudjuk, július 1-től 58 klik alakult meg, ezt is elmondta a helyettes államtitkár. Itt egyébként Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében hány klik maradt meg, és működik? Két fontos elem van, három klik van a nyíregyházi tankerület, a Kisvárda és a Mátészalkai. Azt gondolom, hogy ez a három tankerület egy átlátható tankerület lesz, mert megfelelő számú intézmény tartozik, ami még átlátható. Az egyik fontos változás, hogy január 1-től önálló költségvetési intézmények lesznek a tankerületek, mind az 58. Gyorsabb lesz a döntés, nem kell várni a központra, hanem gyorsabb lesz az utalás, a számlák, a kifizetés. Sőt, zárójelben szeretném megjegyezni, hogy tegnap a miniszter úr, Balogh Zoltán a Nemzeti Tanévnyitón kijelentette, hogy a tankerületnek, jelenleg még úgy hívják, hogy klik, mert ugye utána 58 tankerület lesz, nincs már tartozása, tehát a költségvetés a 2016-osban plusz keretként az adósságra fordítottunk egy jelentős összeget, 2017-től pedig a költségvetés tartalmazza, hiszen mintegy 270 milliárddal az összoktatás, mert ebben a felsőoktatás is benne van, többet kap, mert szeretnénk azt a forrás biztosítani, hogy jól működjenek ezek a tankerületek. A másik fontos változás, hogy a működtetés is átkerül az önkormányzatoktól a tankerületekhez, tehát ugye eddig volt választási lehetőség, hogy a fenntartó az állam, mondjuk így egyszerűen, és működtethet az önkormányzat. Több önkormányzat élt ezzel, mert nagyon fontos, hogy az önkormányzatok látnak a pályán, a helyi kötődések megvannak a helyi társadalomban, most is ott maradnak az intézmények, a tulajdonjog, de azt szeretnénk, hogy ne vegyes rendszer legyen, hanem a működtetésben is egy kiszámítható, ellátás legyen, időben megérkezzen a kréta, a fénymásoló,
patron, a papír, és így tovább, hogy ne legyenek viták, ne mutogasson egymásra akár az állam, akár az önkormányzat. Én viszont itt az önkormányzatoknál nagyon fontos szerepet látok, hogy úgy, mint Nyíregyházán, vagy a megye több iskolájában figyeljenek az oktatásra, mert helyi módon, helyi szemmel, ha egy önkormányzat figyel és mondjuk támogatja a tehetséges oktatókat, felújítja a tormatermeket TAO-ból, odafigyel az iskoláira, akkor nagyon szép jövőt futhat be. Nyíregyháza erre jó példa. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk.